Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. október 17-én este 19:30-tól. Bíróság elé kerülhet a szemetelő. A rendőrök vádemelést javasolnak a csertői férfi ellen. Ismét elindult a zeneiskola évszakmutogatója. Őszi dalokkal és zenei darabokkal várták a kicsiket a tanárok. A bicikli és a vízi turizmus fellendülésére számítanak. Apartman házzal és kempinggel bővülhet úszód. Vádemelést javasolnak a rendőrök egy öreg csertői lakos ellen. A 23 éves fiatalember illegálisan rakott le háztartási hulladékot a MÁV kezelésébe tartozó területre Öregcserdő határában. A férfi bíróság elé kerülhet. Forgalmi vizsga minősítő lap. A személyes adatokat a rendőrség kitakarta a hivatalos dokumentumról készített fényképen. Ez volt az, mely nyomra vezette őket. De megtalálható volt még a szeméthalomban autógumi, összetört szélvédő, megunt ruhanemű és műanyag dobozok is. A jelentős méretű szeméthalmot Öregcsertő határában fedezték fel még áprilisban, amikor is a Magyar Államvasutak üzemeltetési főigazgatósága levélben tett feljelentést a kalocsai rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. Az illegális szemetelő ugyanis a MÁV kezelésében lévő területre tette le megunt holmiait. A rendőrségi közlemény szerint a hulladék közt autóalkatrész, szivacs, műanyag palackok, virágcserép és papír is volt. A beszerzett adatok alapján a nyomozók rövid időn belül beazonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, egy 23 éves helybélit. A férfit az ügyben bevont igazságügyi környezetvédelmi szakértő véleménye alapján a hulladék gazdálkodás rendjének megsértése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A szabad lábon védekező gyanúsított ügyében a nyomozók az ügyvizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban átadták az illetékes ügyészségnek. A kalocsai nyomozók vádemelést javasolnak a férfi ellen, aki így akár bíróság elé is kerülhet. Ismét elindult a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola évszaknyitogató című program sorozata az óvodások számára. A kicsiket őszi dalokkal és zenei darabokkal várták a tanárok. A hagyományokhoz híven a kamaraterem adott helyet a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola évszaknyitogató című program sorozatának. A több éve zajló rendezvény kimondottan a legkisebb korosztálynak szól. A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai hagyományos módon óvodásoknak adnak előadást. Ez egy olyan program, amit most már több éve csinálunk, évszakok címmel minden évszakban megjelenünk, illetve a gyerekek eljönnek hozzánk, és az évszaknak megfelelő darabokat választjuk, és ezt játsszuk a kis lurkóknak. Így most a lehetőségek szerint leginkább őszi dalok és zenei darabok hangoztak el a zenetanárok közreműködésével. A Hová mész te kis nyulacska, vagy olyan őszi dalok, amiket ők is ismernek, tehát elég vegyesen szoktuk összeválogatni. Gyerekdalok is vannak köztük, és van egy-két olyan becsempészett, komolyabb mű, amit még nem ismerhetnek, vagy esetleg kicsit a hangzásvilága, a megfelelő hangulata az évszakhoz illik. A program célja, hogy a zeneiskola bemutassa a hangszereit, illetve a gyerekek közelebbről is megismerkedjenek azzal, hogy hogyan zajlik egy zenei előadás. A szerencse az, hogy minden évben másik csoport jön, hiszen az óvodások váltják egymást, és nekik mindenképp új minden hangszer, illetve a darabok is nagyjából hasonlóak, azért igyekszünk vetésforgóba játszani, tehát nem mindig ugyanazokat a darabokat hallják a gyerekek, de így, hogy a gyerekek mindig változnak, így nem is okoz ez problémát, de persze igyekszünk igényesen válogatni, hiszen nekünk is fontos, hogy olyan darabokat is játszunk, amit még mondjuk nem hallhattak. A soron következő évszaknyitogató decemberben várja majd a kicsiket. A települések levegő minőségét jelenleg jellemzően a lakossági fűtés határozza meg, mivel ilyenkor a lakosság saját és közvetlen környezetét éri a károsító hatás. Ilyen tevékenységek például a hulladékokkal történő fűtés, illetve a hulladékok nyílt téren történő égetése, amely annak ellenére, hogy egy jogszabály több mint 15 éve tiltja, sajnálatosan ma még sok helyen fordul elő.
Nem hasznos a fűtésnél az olcsóbb, rosszabb minőségű barna szenek lignit használata. Ezekben az esetekben az érintett emberek igen nagy mennyiségben szívják be az egészségre káros, hulladékok esetén kifejezetten mérgező anyagokat, amely miatt a halálozási kockázat is nagyobb. A leginkább környezetbarát fűtési mód a gázfűtés és a távhő használata. Ha fával fűtünk, száraz tűzifát, fapellettet vagy fabrikettet válasszuk. Ha csak fában gondolkodunk, a keményebb típusú fafajtákat használjuk, ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. Ha vegyes tüzelést, szenet és fát használunk, tüzelő anyagként megfelelő lehet a nyár, az éger és a kőris is. A puha fák nem alkalmasak tüzelése, így például a fenyőfa fajták a magas gyantatartalmuk miatt, vagy a gyümölcsfák, melyeknek alacsony a hőértékük, ezen kívül károsítják a tüzelőberendezésünket, illetve a kéményt. Ajánlott 20% alatti nedvességtartalmú tűzifát használni, ezt a nedvességtartalmat körülbelül egy év alatt éri el a frissen kivágott fa. Ha száraz fát használunk, 20-30%-kal csökkenthetjük a fűtési költségünket. Fontos odafigyelni, hogy ne fűtsünk hulladékkal. Ennek során mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, veszélyeztetve egészségünket, továbbá a környezetünket. A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos a háztartási tüzelőberendezésekben minden hulladék elégetése, beleértve például az úgynevezett kezelt fát, de kerülendő a műanyag ablakkeret, a rétegelt lemez, forgácslap, bútorlap, az építési fa hulladék, a színes fényes papír hulladék, a PET palack, műanyag hulladék, a használt autógumi vagy a használt ruha. 100 kg avar és kerti hulladék elégetése akár 90 millió köbméter levegőt is elszennyezhet. A szálló por felületére mérgező anyagok tapadnak, amelyek a tüdőben vagy a kisebb méretű részecskék a vérbe is bejutva káros egészségi hatásokat eredményeznek. A kisebb részecskék a legveszélyesebbek a szervezetre, képesek bejutni a vérpályába és ezáltal a szervezet különböző szerveibe is eljutnak. Szóval van miért rászólni a szomszédra, ha bűzlik valami. Hivatalosan a panaszokkal a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal Kalocsai járási hivatalának hatósági osztályához lehet fordulni, akik pénzbírságot is kiszabhatnak a környezetszennyezőknek. Apartmanházzal és kempinggel bővülhet Uszód. A település a JETA pályázatán nyert a projekt tervezésére támogatást. Ha megvalósul, több százmilliós fejlesztéssel bővülhet a község. Fecskefészkek miatt állt az építkezés az uszódi művelődési háznál, a munkák azóta újra elindultak, szépen halad a felújítás. A település az elmúlt esztendőben többször pályázott, mely mellett az idei évben is nyújtottak be tendereket. Régi kockaház Uszód határában, a jövőben ebből minden igényt kielégítő modern szálláshely lehet. A Jövőnk Energiája területfejlesztési alapítványtól még a 2008-as pályázati ciklusban nyertünk egy apartmanház kemping tervezési feladatra forrást. Ez az épület, ez a Duna partján helyezkedik el, a Gáttól 30-40 méterre. Ezt az önkormányzat által megvásárolt ingatlant szeretnénk úgy átalakítani, hogy apartmanházakat, kempinget, közösségi tereket hozzunk létre. A Duna szomszédságában a töltés mellett található a ház, melyből a jövőben kemping lehet. Nem véletlen a helyszínválasztás, ugyanis a település a bicikli és a vízi turizmus fejlendülésére számít. Reméljük, hogy egyszer az Euróveló 6 kerékpárút ott fog elmenni közvetlen mellette a gáton, illetve a vízi turizmuson érkező vendégeknek is egyaránt tudnánk szálláshelyet biztosítani, függetlenül attól, hogy ők éppen kempingezni, vagy egy más komfortfokozatú szállásra gondoltak. Jelenleg még csak a tervezési feladat elvégzésére nyert forrást Uszód, melyet még az idén be kell fejezniük. Azonban, ha sikerül a megvalósításra is forrást találni, több százmilliós fejlesztés valósulhat meg így a településen. Az, hogy a kivitelezésre, ami véletlenül több százmillió forintba fog kerülni, mikor lesz majd, vagy nyílik pályázati ablak, vagy mikor tudunk pályázatot nyerni, hány ütemben, azt nyilván nehéz lenne megjósolni. Bízunk benne, hogy a fejlesztési régiónak a forrásaiból sikerül a következő ciklusban ezt megoldani. Uszód az idén is adott be pályázatot a JETA-hoz. Citromsárga sportcsarnok felirat a település tornatermén. Itt már végre is hajtották a fejlesztést, még a pályázat megnyerése előtt.
A sportcsarnok fűtését korszerűsítették. 2019-ben is nyertünk jövőnk energiája területfejlesztési pályázatot a sportcsarnokunknak a fűtéskorszerűsítésére. Ez a beruházás ez olyan fontos volt számunkra, hogy saját kockázatunkra a pályázati eredmények meghirdetése előtt már elkezdtük. Ennek az egyik magyarázata ugye, hogy az iskolai tanév kezdetén már nem akartunk az iskolaudvarban építési területet hagyni magunk után. A beruházás maga elkészült, egyébként közben eredményt is hirdettek, nyertes lett a pályázat, úgyhogy a támogatási szerződés, amint megkapjuk, akkor el tudunk számolni a pályázattal. Mindemellett három toppos pályázat is folyamatban van Uszódon. A csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének, a közlekedés fejlesztési pályázatnak, illetve a mini bölcsőde építésének is várják az eredmény hirdetését. Táncház és kézműves foglalkozás várta a kicsiket, szüleiket és nagyszüleiket egyaránt kedden délután a Csokonai utcai tagovodában, ahol őszi játszóházat tartottak. A Csokonai utcai óvodában nagy hagyománya van az őszi játszóházi délutánnak, ami a kicsi körében mindig hatalmas sikert arat. Elsőként a tornateremben mutatták be a gyerkőcök szüleiknek és nagyszüleiknek tánctudásukat Markó Fruzsina néptáncoktató vezetésével. Kedv csináló a gyerekeknek, hiszen a néptánc itt Kalocsán különösen nagyon fontos szerepet játszik a gyerekek életében. A népi hagyományok felelevenítése után minden gyerek visszament a saját csoportjába, ahol a természet kincseit felhasználva őszi színes falevelekből, termésekből, makokból és gesztenyéből barkácsolhattak, kreálhattak maguknak alkotásokat szüleik segítségével. A falevelek, a termések, a különböző állatok, amik igazándiból ugye ilyenkor a sündisznó, a csiga, egyebek, tehát még ugye vannak valamelyik már ugye a téli álomra készül, de ilyen kis fonásokkal is készültek a gyerekek, ami őszi színezővel, őszi fával is készülünk. Akkor az egyik csoportban kis kopogtatót készítünk, amit szintén majd a zenéléshez is majd fel tudunk használni, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekek mindenki tud választani kedvére való tevékenységet. Minden csoportban és korcsoportban az óvónők gondoskodtak arról, hogy milyen tevékenységet kínálnak a gyerekeknek és szüleiknek az őszi játszóház időtartama alatt. De próbálunk olyanokat is, ami azért így a gyerekek életében ritkaság, hiszen kukoricát morzsoltunk délelőtt, kukoricát öntögetünk a kis csoportosokkal. Tehát ilyen kicsit ilyen népiesebb, néphagyomány ápolás felé is figyelünk. Az óviban már a Márton napi készülődéssel is foglalkoznak, amikor is lesz többek között kis műsor, lámpás felvonulás és az elmaradhatatlan libazsíros kenyér. A digitális eszközök által kibocsátott kékfény elleni védelem idén is kiemelt témája a látás hónapjának. Októberben ingyenes látás ellenőrzést végeznek az akcióban résztvevő optikák. A Magyar Látszerész Szövetség évek óta megrendezi ebben a hónapban a kampányt, amikor nagyobb figyelem övezi az egyik legfontosabb érzékszervünket, a szemet. Az éles látás fontos a mindennapi életben, hiszen akár a közlekedésben, akár a tanulásban okozhat gondokat. Míg az óvodákban, iskolákban évente ellenőrzik a gyerekek szemeit, felnőtt korban ez már rajtunk múlik. Ilyenkor a látás hónapjában érdemes ellátogatni egy optikába, ahol különböző akciókkal várják az embereket. Van, ahol ingyenes szemüvegkeretek közül lehet válogatni, máshol a szemvizsgálatért nem kell fizetni. Ma már számos lehetőség áll rendelkezésre ahhoz, hogy komfortosabban érezhessük magunkat. Legyen az egy divatos szemüvegkeret, egy megfelelő kontaktlencse, vagy éppen kékfény elleni védelemmel ellátott lencse. Térségünkben Kiskörösön, Kecelen, Pakson, Baján, Solton találhatunk olyan optikát, ahol az országos akcióhoz csatlakozva ingyenesen megvizsgálják szemünket. Ilyenkor nem csak a szembetegséget derülhet ki, hanem a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás tüneteit is felfedezhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!